Köszöntöm Önöket, 2024. április 11-ét írunk, és ide kellett jönnöm Veresegyházára, és nem másért, mert egy kilakoltatásra hívott meg az egyik adós, és kereste meg a Mi Hazánk mozgalmat, hogy vegyünk részt a kilakoltatásán, miközben még áprilisban, április 30-áig kilakoltatási moratórium van érvényben, és ennek ellenére a illetékes végrehajtó, az árverési vevő határozott kérésére kérte, sőt követelte, hogy ezt a kilakoltatást mielőbb foganatosítsák meg, és nem bírt várni azzal, hogy májusban foganatosítsák ezt a kilakoltatást, hanem még sokkal korábban szerették volna, hogy az adóst kipakolják az ingatlanjából. Éppen ezért most várjuk a rendőröket, a végrehajtókat, a lakatost, és ugye az árverési vevőt is, az adós is nem sokára megérkezik, és megpróbáljuk feltérképezni, hogy ez a kilakoltatás mögött mi állhat, ami egyébként vérlázító, hogy a végrehajtó maffia a kilakoltatási moratórium vége felé ilyen cselekményeket végez. Ennek a gyakorlatnak mielőbb véget kell vetni, és a moratóriumot is meg kell hosszabbítani. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért már benyújtotta a javaslatát arra vonatkozóan, hogy a kilakoltatási moratóriumot hosszabbítsák meg addig, amíg a végrehajtási ügyeket nem vizsgálják felül, és a devizahiteleseket nem kártalanítják, most meg akkor lassan kezdődni fog a kilakoltatás. Nem szégyeltek magatok? Most ez az eljárás, erről fog szólni? Tudod, miről szól abban eljárás, hogy most a rendőrök elmennek és világjeltetek, mert börtönbe lettek, mert rabló g*** vagytok. Évekig nem értel titeket. A főnökötök börtönben van. Ki a g***t vagytok ti? Na igen, szóval nálam volt már egy végrehajtó, aki azt mondta magára, hogy ő a Fülöp Szabolcs, és az egy idősebb férfi volt, egy idős férfi, szemüveges. Börtönben van a Fülöp. Hát itt az időt az egész. Hogy dolgozhattak, amikor a főnökük börtönben van? És akikhez én gödöllön be akartam menni, ott nem lehet az irodájukba bemenni, mert egy ilyen kis pult le van zárva, és még az iratokat is nem akarták bevenni azok, akik ott voltak. Semmi iratot nem küldtek sem. Most január végén, miután a jogi képviselő nem reagált vissza a megkereséseinkre, tehát az ügyvéd nem reagált vissza a megkereséseinkre. Melyik ügyvéd pontosan? Én több ügyvéddel is beszéltem. Hát, aki becsatoltam. Volt 13-as? Na ez az, ki ez a 2013-as, amiről egyet? A 2023-as volt az. Vagy elírta a dátumot ön? Nem, igen, a kolléga. Az egy miskolci ügyvéd, akivel én csak egyezkedésben voltam, de nem ő az ügyvédem. De ő csatolt egy meghatalmazást, hogy ebben a végrehajtási ügyben. Az egy végrehajtási kifogásra szólt, és én nekem nem ő az ügyvédem. Végrehajtási eljárásban helyettem eljárjon. Bocsánat. Tudom, hogy ki ez, de ez az ember nem az én ügyvédem. Jó. Én nekem egy másik ügyvédem van. Itt a megbízás. Dr. Konc. És ő deviza a hiteles. Bocsánat, a Dr. Konctól nincs az aktában meghatalmazás. Aha. Ettől az ügyvédtől van, ez bele csatolva. Akkor hiányoznak az iratok, akkor igazán van. Itt az ügyvédnek a nyilatkozata. Persze. Már csak azt mondjuk, amit ő... Jó, de akkor a... Persze. Hát békéltető tárgyaláson is voltunk. Amit ő elküldött. Jó, de azt is igazolni kell, hogy elküldte. Akkor én tudom mutatni, hogy itt van az akta. Azt mondták, hogyha bármi gondom van, akkor hívjam fel őket. Az árverési vevőket? A gyilkoltatást? Csak hogy nem lehetett várni vele pár. Én hoztam, hogy ne, és mutattam is, hogy mutattam azt, hogy próbáltuk azt a 200.000 forintos részleteket, ugye, arról is itt van nálam az irat, hogy azt próbáltuk elintézni, és akkor az MKK ugye először elfogadta, aztán nem fogadta. Az a baj, hogy az önök irodájában szerintem ott van vagy 20, 25 vagy 30 ember, ilyen fiatalok.
telefonáljál. Amikor én benn voltam ebbe az irodába, tőlem az iratok, amiket vittem, nem akarta a fiatal srác, aki ott volt a pult mögött beverni, és kikönyörögtem, hogy fénymásoljon már fontos iratokat, és adjuk be. Mert ők azt se tudják, hogy mit hajtanak végre. Azt mondta, hogy bármi gondom van, forduljak a járásbírósághoz. Fogalmuk sincs róla, hogy mit hajtanak be, ők csak mondják a magukét, mint ahogy jön, és azt se tudja, jó, hogy tizenvalahány év alatt mi történt. Nem veszi be az iratokat. Hogy haladjunk, ha érkezett, az mindig van az aktában. Persze, és ha erre nekem garancia vagy, hogy ezt neked el is higgyem, amikor egy rabló vagy? Ha nem tettétek bele azt, amit éppen kellett. Hív föl legalább. Alig védi meghatalmazás, de nem ettől az ügyvédi. Akkor hív föl még egyszer az irodába. És akkor mi történik, hogyha most ezt azonnal elküldi? Ez semmi nem történik. Tehát most mi változik? Semmi nem változik. Hát itt akkor az most levővel. Nem, mi lenne, ha tovább haladnánk a többi? Nincsen semmi, ami ezt most változtatná. Felosztási terv az itt van? Ott van a visszínű. Mert amin ott szerepülő összeg, azt kapnál vissza? Igen. Kapnál igen, vissza? Csak arról nekem még eddig nincs ugye papírom, csak egy e-mailem. De megnézhetem ezt az iratot végre? Na itt ez a kérdés. Hát ez a legfontosabb kérdés, amiről beszéljünk, ne arról, hogy milyen ügyvéd meg. 15.810.469. Az az összeg, ami... És, igen, és ön miket vonogat le? Te nem? 20 nem tudom hány millióból. Jó, itt van ez az MKK-s ügy, ez az a mostani ügy, amiről beszélünk, ebben van ugye 7 millió 6. Van egy BV-s ügyünk, van még ezen kívül. Mi az a BV-s ügy? Két ügy. Ez micsoda? Illetve a Veresi önkormányzatnak van egy 228 ezer forintos követelésfoglalása az ügyben. Illetve ez Intrum, meg EOS Faktor. Tehát az a gáz, ami itt nincs 15 éve. Azt nem tudom, hogy ez az. Én tudom, mert én ezeket az iratokat önöknek elküldtem. Én küldtem el. Ezt én küldtem el. A gázról, és az a kopasz ember, aki bocsánat, aki kiadta magát Szabolcsnak még 2010-ben, itt volt nálam már, vagy nem tudom már, 2013-ban nem emlékszem, itt ültem a gyerekkel, akkor már itt volt a Brigi. És mondtam neki, hogy nincs gáz nincs itt, mert leszereltettem ezt a rohadt gázórát, mert kiszámlázták a mellettem levő Molnár Kft-nek, bocsánat, a gázszámláját, és azt lesztornóztuk a ti gázzal le. De hogy lettünk mi itt 2010-ben, amikor mindenütt 16-21... Nem tudom, de megmutatom, nem, ezt nem szeretem, ezeket az össze-vissza hazudozásokat, tehát ebből nekem az nagyon elegem van. Nincs itt a végrehajtásra? Akkor nem 10-ben volt, hanem 13-ban, nekem már összefolynak. Okay. Miért hajt végre valamit, amit jogtalanul hajt végre? Mert rabló az egész országnak. Nem, a tigázról. Nem volt itt gáz, soha. Áramban üdöttek, én vettem. Nálam itt van a telefonomba. Na hát akkor azt nézzük már meg, mert akkor... És én azt elküldtem nekik, úgyhogy nem tudják letagadni, akkor azt valaki ebbe az irodába nem adta oda. Ezt csak azért akarom megmutatni, hogy így mennek a dolgok, hogy lesz 33 ezerből 230 ezer. Adóirodának a követelése. Ez a 228. Jó. Mutatom. Itt el nekem van. Nulla tartozásom van a tigász vele. Nulla tartozásom van. Én benn voltam ott. Lefotóztam a gázórát. Igen. Hogyan fedélyek letitulnak, és akkor normális jegyzőkönyvezünk, megbeszélünk minden. Na, ennek így nem sok értelme van. Nincsen már semmi. Lecsillultak, mindannyian megkaptátok. Van még valami? Az állási vevő képviselő, illetve az adósnak kéne egyeztetni, hogy akkor ezzel 60 nappal kapcsolatban, hogy mikor tudnának eljönni a... Jó, az is lehet, hogy ez már holnap lesz, az is lehet, hogy vasárnap, az is lehet, hogy egy hét múlva. Más körülmények közt tudnak egyeztetni ezzel kapcsolatban, megbeszélnek egy időpontot, visszajönnek, és akkor el tudják vinni az ingóságokat, jó? Ott beleírtam a jegyzőkönyvbe, jó, felolvasom ennek. Fenti címben megérkeztem, adós fogadott, a helyszínen jelen volt Tóth Fiszta Zsuzsanna, plusz egy fő, a rendőrség részei két fő volt jelen. Tovább az elveső levő képviselő, aki meghatalmazását átadta. Az eljárás során
megállapítást nyert, hogy adósnak több ingósága maradt a ingatlanban. De itt volt a lakcímünk. Most a lakcímünkkel mi lesz például? A tulajdonlapon nem volt szerepel. A tulajdonlapon üzletként szerepelt, jó? Jó, ide kérek aláírást. Hogyha bármi kérdése van. Jó, jó, de mi lesz nyugodtan a lakcímmel? Én még mindig nem értem. Ezt önnek kell majd intézni, jó? Jó, a számlaszám, akkor az megfelelő. Jó, nem lesz lakcímünk, vagy mi? Be vannak jelentve a 7. követi címükön. Igen, de az ideiglenes, hogy mi. Hát ön majd akkor intézi a hivatalnál, jó? Hát nekem azt mondták, hogy kell egy állandó is. Érti? Értem. Tehát ez a jogszabály van. Jó. És akkor most hol lesz az állandó? Az utcán, vagy hol? Mert ugye a bérlakásokban nem lehet állandóra bejelentkezni. Próbálj akkor azt intézni. Túl vagyunk a kilakoltatáson, ugye itt április közepén sajnos a moratóriumban is a végrehajtó maffia kilakoltatásokat foganatosít, de az ügyről részletesebben akkor még megkérdezném Zsuzsit is, hogy az adóst, hogy pontosan miért is vezetett ide a mai naphoz az egész életútja, és miért került kilakoltatásra. Ugye még mind a mai napig nincsen megoldva a devizahitel kérdés, és ez a devizahitel csalás, és ha jól tudom, ugye a te ügyedben is ez a probléma, ez volt a probléma. Mikor vettél fel devizahitelt? 2008-ban vettük föl, és októberben vettük föl, és ugye 3 millió forintnak megfelelő összeget kaptam a banktól, amit ugye megkaptam a levonások után, az pontosan 2 millió 800 ezer vagy 880 ezer forint. Azt fizettem 2011 szeptemberig, a felmondásig, de én közben elmentem szülni. És nekünk is volt biztosítás, pontosan ma néztem meg, azt már nem hoztam el, de lehet, hogy itt van, biztosítva volt nekünk is a hitel, mert csak úgy kötöttük a hitelszerződést, hogy az kötelező volt kötni hozzá biztosítást. És nekem például azt mondta a banki ügyintéző, hogy csak svájci frank vagy eurós hitelt kaphatok, nem kaphatok forintot, oda voltam a kéztények elé alá, hogy vagy aláírom ezt a szerződést, vagy akkor nem kapok semmit. Melyik hitelintézet volt? CIB Bank. És akkor kénytelen voltál felvenni? Kénytelen voltam, mert ugye mire megtörtént a kiutalás, addigra én már terhes voltam. És akkor tudtuk, hogy majd utána, ha megy bölcsibe a gyerek, akkor majd visszajövök dolgozni, és stb. És azóta húzódik ez az ügy. Azóta húzódik, de viszont akkoriban már mentek ezek a csatározások itt Magyarországon, ugye a kormányközi emberek között, és a törlesztő részletek már rögtön nem annyik voltak, mint amennyit megbeszéltünk, de azt a bank vonta a bent maradó pénzből, tehát nem is tudtam nem fizetni. Mert itt azt mondták, többen is, meg a tárgyaláson is azt mondta az NKK, hogy én semmit nem fizettem. De ez nem így volt, mert hisz maga a bank vonta a bennmaradó pénzekből, és az emelt összegeket vonta. Tehát nem 24 ezeret fizettünk, hanem mit tudom, 54-et. És utána már a fennmaradó időszakban én vittem be mindig a pénzt a banknak. És a csúszásokból csináltak ilyen büntető kamatot, vagy hát késedelmi kamatot, és akkor az közöl, ja, ezekről nem küldték az értesítőket, hanem egybe egyszer csak kiszámláztak, hogy késedelmi kamat 1600 svájci frank, és ezt most azonnal fizessem be, de nem tudtam pont azonnal befizetni, mert kérdeztem, hogy adjanak számlákat, hogy ez miből tevődik össze, na, ilyet nem kaptunk, csak azt a fénymásolt papírt. Ezt később már lenullázták, de addigra ők már fölmondták a hitelt. Akkor fölmondták, állítsuk vissza, ne állítsuk vissza, átstruktúrálják a hitelt forintra, vagy nem. De mire át akarták struktúrálni, rögtön 6 millió 3 vagy 4 lett a 3 millióból. Úgyhogy én közben, tehát amiket én befizettem, nem lefele ment, hanem még nőtt. Hát ilyen egyik országban sincs, nem?
Hát, hogyha mégis volt, azt ugye már megpróbálták megoldani, ugye ilyen volt Izland is, Horvátország, Románia, Lengyelországban is már megoldották ezt a devizahitel kérdést. Itt még Magyarországon 2024-ben még mindig családok százezrei szenvednek ezzel. És itt a kilakoltatáson hogy gondoltad, hogy érezted ezt az egész eljárás? Ugye voltak tisztázatlan körülmények, amit nagy nehezen sikerült azért most egyeztetnünk a végrehajtókkal. Én azt gondolom, hogy ez is, tehát most mit mondjak, hogy ez így korrekt dolog, nem tudom ezt mondani rá, mert most hiába adnak nekünk 15 milliót egy olyan ingatlanért, ami valójában ugye ott van a becsértéke, hogy ér 28 milliót, mert kert van hozzám, mert luxus környéken van, tehát én most kapni fogok ebből 15 milliót, és tönkrement 14 évem, mert vállalkozó voltam, és itt ebben a városban például nagyon sok kis vállalkozó volt, itt végig üzletek voltak. Itt nagyon sok vállalkozó bezárt, Gödöllőn is nagyon sok vállalkozó bezárt, nagyon sok vállalkozást tettek tönkre, mert hát mindannyian azért vettünk föl valamilyen kölcsönt vagy hitelt. Ja, de akkor emiatt dőlhettek be a vállalkozások biztos. Itt helyben? Ha 100% ugye, ugye a kozmetikát hozzájárult, az is, mert az is növeli a költséget, mert azért nem mindegy, hogy még az a hiteltörlesztő is. Persze, hisz minden kis vállalkozó fel kellett, hogy vegyen valamilyen rulírozó hitelt vagy kölcsönt ahhoz, hogy tudja csinálni az első években, ugye az embernek fel kell futtatni a vállalkozását. Én is azért kértem ezt a kölcsönt. És akkor hozta be a kormány ezt a Széchenyi kártyahitelt, de az még a Gyurcsány kormány hozta be. De nekem a bankban azt mondta az ügyintéző, hogy olyat nem kaphatok. Ez a Széchenyi hitel, csak a... Igen, csak a devizát. Ez jellemző volt egyébként igen. A bankokra, ez a hitelügyintézés során, hogy csak ezt a devizahitelt, meg a más külföldi valuta alapú hiteleket folyósították sajnos. Itt ugye most a kilakoltatás, ez ugye már lezajlott sajnos itt a moratórium vége felé. Ez már alapból embertelennek tartom, hogy ebben az időszakban kilakoltattak úgymond titeket, bár már nem laktok az ingatlanba, de laktatok ebbe ugye. Hát részben azért sem maradtunk itt, mert már annyira mentek ezek a fenyegetőzések, meg ugye többször volt de ki ez a... fenyegetőzött? Ez a Robert például. Az elverési vevő. Az elverési vevő, igen, hogyha nem megyünk el, akkor kiszór mindent az utcára, meg akkor hívja a gyámügyet, hogy én miért lakok itt a gyerekkel, csak aztán miután mondtam neki, hogy nekünk hivatalosan van itt a lakcímünk, mert nekünk az előző polgármester a megengedte, hogy itt lakjunk. Azért, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetnem, mert most Pesten 200 ezer forintos albérletbe lakunk. 200 ezer forintot fizetek. Annyiból fizethetném a saját lakásomnak is a törlesztő részletét egy korrekt hitelre. És ráadásul a gyerekesek azért vannak nehéz helyzetben, mert a bérlakásba is alá kellett írnom egy kiköltözési nyilatkozatot. Mert csak úgy adnak ki gyerekkel, pont a moratórium miatt csak úgy adnak ki gyerekkel, ha aláírjuk a kiköltözési nyilatkozatot. Hány éves a gyermeked egyébként? Most már 15. Ha kisebb lenne, akkor szerintem nem is adtak volna ki nekünk bérlakást. Albérlete. És szociális bérlakást meg nem akartak adni, mert hát úgyis vállalkozó volt, meg úgyis volt egy saját üzlete, akkor miért kapna szociális alapú bérlakást? Szóval az ember egy ilyen helyzetben annyira meg van fogva, hogy bármerre próbál lépni, sakmat. Sakmat. Az MKK-val is voltunk ugye ezen a békéltető tárgyaláson, az ügyvéd is próbált kérdezni dolgokat, ők csak reklamálják az akkor már 7 milliós, vagy nem tudom hány, tehát a rápakolt összegeket, és nem lehet velük megegyezni. A bankkal már semmiben nem lehetett megegyezni, mert én 2016-ban el akartam adni ezt az üzletet, meg is volt rá a vevő, és mi úgy volt, hogy elmegyünk Vácra lakni. De az MKK miatt vissza kellett lépnünk, mert nem engedték ki nem járultak hozzá az eladásához. Ez a másik nagy probléma, hogy a követeléskezelőkre, mint mondjuk például az MKK, ami ugye piacvezető követeléskezelő, azoknak ugye nincsen szabályos törvény rájuk, és nincsenek behatárolva az ilyen megállapodásokról, hogy milyen keretek között kell ugye a megállapodásokat felajánlani, így meg ők azt csinálnak, amit akarnak, és teljesen kihasználják így a emberek nyomorúságát. Sajnos. Meg hát igazából az sincs megmagyarázva, amit ugye próbáltunk éveken át kérni a banktól is, és az ügyvéd is próbált kérni, hogy lett a
abból az összegből egy ekkora összeg. És akkor utána még erre pakolja rá az MKK is ezt a több milliót. Na, mint a devizahitel. Igen. Hogy nőtt meg ilyen nagyra. Igen. Tehát, hogy nincs rá magyarázat. Tehát nincsenek korrekt elszámolások. Igazából ez úgy megy, hogy vagy kifizetjük, amit mondanak, vagy akkor így járunk, hogy ki vagyunk lakoltatva. És hogyan tovább? Most így. Hát miben reménykedtek? Nem tudom. Igazából nem tudom. Hát én kikértem mind a kettőnknek az útlevelét. Ugye? És az is lehet, hogy el fogunk menni Magyarországba. Sőt, biztos, hogy szerintem el fogunk menni. Élhetetlennek tartjátok a jelenlegi országot, hát vagy a így, vezetést? Igen. Nem lehet vállalkozni rendesen. Félek attól, hogy mi lesz a gyerekkel is, hogyha nagyobb lesz, akkor vele is majd ezt fogják csinálni, mondjuk, hogyha ő is vállalkozni akar, vagy hogy fognak a fiatalok lakást venni? 50 millió egy lakás Pesten. 40 millió. Ilyen árak vannak. Hogy miből fognak? Bérleti díjat? Rögtön azzal kezdik majd, hogy 200-300 ezret fizetnek az albérletre majd a gyerekek? Én is azért szerettem volna én magam eladni, hogy tudtam volna venni a gyereknek egy másik kis lakást belőle, de most 15 millióból nem fogok tudni venni neki lakást. Talán valahol Piripócson, egy mező közepén egy tanyát, és akkor majd egy jurtába kiköltözünk, vagy nem tudom. Nem? Most mindenkivel ezt fogják csinálni? Hát akkor vannak célok. Vannak, hát vannak. Aztán, hogy abból mi fog megvalósulni. Közben ugye beteg lettem, az sem érdekli őket, ha valaki beteg lesz. De ebből az évben történt a betegség, vagy? Hát ez most már ez így két-három éve. És ezt is próbáltam mondani itt is az önkormányzatban, hogy legalább ezt az ingatlanadót ne kelljen már fizetni egy ilyen helyzetben. Majd fizetjük, amikor már jobban megy, de nem engedik el azt sem. Nem engedik el. Ragaszkodnak mindenféleképpen az ő minél nagyobb bevételükhöz. A bevétel kell nekik. Igen, ezt láthattuk itt is, hogy sem az árverési vevő nem szerette volna, hogy ugye elhalasztódjon ez a kilakoltatás. Úgy viszonylag szerencsésen nem sikerült megállapodni, hogy a ingóságokat hogy tudjátok majd elvinni. Én engem mélységesen azt háborít fel, hogy itt a kilakoltatási moratórium végén ennyire erőszakosan ki kellett titeket most innen költöztetni, és nem bírtak várni pár hetet. Igen. Hát igen, mi is folyamatosan próbáltuk megoldani, de nem lehet. Tehát ezt szerintem csak kormányzati szinten lehetne megoldani. Tehát ezt nem lehet egyenként, mert egyenként kivégzik az adósokat, egyenként kivégzik az embereket, ehhez egy kormányrendelet kellene. Ez egy kormányrendelet kellene. Hát ezt nagyon jól látod egyébként, hogy a Mi Hazánk Mozgalom programja ugye pont az egész nagyon nagy szegmens erre épül, az egész végrehajtási károsultaknak az ügyét felkaroljuk. Egyrészt már végre ideje lenne a devizahitelesek problémáját végérvényesen lezárni, és visszamenőlegesen is, nem csak ugye az olyan ügyeket, amik folyamatban vannak, hanem mondjuk az előbb látott kilakoltatás utáni személyeknek az ügyeit is újra felül kell vizsgálni, átszámolni és kártalanítani kell az adósokat. Ezen kívül ugye a követeléskezelőkre is mielőbb törvényt kellene létrehozni, és végre valahára a végrehajtó maffiát is ténylegesen fel kellene számolni, hogy az ilyen emberek, akik mondjuk a kilakoltatási moratóriumba is kilakoltatást foganatosítsanak, azok ne kereshessenek több százmillió forintot, mert a mai napon is, aki végigvitte ezt a kilakoltatást, dr. Fülöp Szabolcs, ő majdhogy nem 400 millió forintot keresett a tavalyi beszámolók alapján a végrehajtói tevékenységéből, ebből a népnyúzásból, ezt mielőbb fel kell számolni, és non-profittá kell tenni a végrehajtás, hogy ilyen esetek ne történhessenek meg, és az adósokat végre ne zsigereljék ki teljes egészében.